gyerkőcök nagyon régen várták már, mert ez a fa már több mint 10 napja áll feldíszítve. Vártuk advent második vasárnapját, és úgy gondoltuk, hogy a harmadik gyertyagyújtás elé fogjuk becélozni ezt a hivatalos égők gyújtását. Én nagyon örülök annak, hogy ilyen szépre sikerült a város dekorációja ebben az évben. Nagyon szépen dolgoztak a kollégáim, és szeretném, hogyha mindenki valóban tudná, hogy ez nem külső céges megrendelés volt elvégezve, hanem a beregszászi emberek, a beregszászi tanárok és beregszászi dekoratőrök csinálták ezt úgy, hogy nagyon büszke vagyok ennek a munkának a minőségére. A gyerkőcök nagyon meg voltak elégedve, az apukák, anyukák is, akik eljöttek erre a hivatalos megnyitóra. Nagyon fontos az, hogy sikerült egy nap alatt összerakni ezt a korcsolyapálya megnyitót a fa égőinek a meggyújtásával. Azt hiszem, hogy ünnepi hangulat van Beregszászban, és így is maradjon sokáig. Nagyon sok boldog adventet és elkövetkeződő karácsonyt kívánok mindenkinek. Nagy-nagy örömmel készítettük, bemutatom a kreatív csapatomat, Szobor Lena Alexandrievna és Slevka Natália. Először egy kicsibe kezdtünk, 3-4 éve, egy-két ládát díszítettünk, és nagyon megtetszett a munka, láttuk, hogy mennyire megszerették a város lakói, és egyre nagyobb elánnal vágtunk bele. Több hónapon keresztül tervezzük, válasszuk ki a dekorációt. Nagy-nagy örömmel látjuk, hogy jól fogadják, szeretik a városlakók, és szívesen készítettünk. Reméljük, hogy ezzel hozzá tudunk járulni az ünnep fényének emelésére. Évről évre egyre szebb, és egyre szebb, és idén igazán kitett szerintem a város magáért, tehát nagyon szépen ki van díszítve a központunk is, a Budapest parkunk is különleges és változatos díszekkel, nem unalmas, igazából nagyon szép, tehát a gyerekek élvezik, kérik, hogy fotózkodjanak, szívesen kijönnek sétálni. Örülök, hogy van hova kijönni sétálni, hogy tiszta, rendezett, feldíszített városunk van. Mit szólsz hozzá, hogy van jégpálya is? Nagyon jó egyébként, nagyon örülök neki. Nem kell külön más helyre elmennünk ahhoz, hogy tudjunk korcsolyázni. Én személy szerint annyira nem, de a gyerekek különösen élvezik, megy is nekik, megyeget is nekik, de folyamatosan kérik, hogy jöjjenek, nagyon jó. Ez, hogy így este is bármikor egy este kikapcsolódást ki lehet vele ütni, nagyon jó dolog, hogy van egy ilyen kis korcsolyapályánk itt a kis városunk szívében. Thank you.